Egyre többen használják a klímákat, főként nyáron. Igaz, hogy ez a villanyszámlán is megmutatkozik. Meg is érezzük a villanyszámlán, most a számla, amikor megérkezik, elég sokat kell érte fizetni. De muszáj használni, mert meleg van. Otthon is használjuk, amikor nagyon meleg van, de a munkahelyen igen, mert hússal dolgozunk, úgyhogy muszáj hűteni az üzleteket. Milyen fajta klímát használnak? A szimplát, azért már a nagy hűtők azok mennek ugye a kamrákra, ezek a szimplákat használjuk, ami háztartásokban is vannak, hogy lehűtsük csak az üzleteket. Volt-e már vele gondjuk, illetve emlékszik-e, hogy mennyit fizettek érte? Hát rengetegbe került, amikor mink otthon megcsináltattuk, de visszatéríti az árát, szóval megéri, mert nyáron nagyon meleg van, nem lehet pihenni. Kicsi klímánk van. Mióta van? Hát egy 3 éve. Mikor szokták elkezdeni használni? Mikor nagyon meleg van már akkor, de különben előbb nem. A 40 fokba szoktuk elkezdeni használni. Ön drágálottak klímabevezetését? Egy kicsit drága volt, de megérte. Mennyibe került, emlékszik-e rá? 250 euró körül volt. A nyári kánikulák ellenére még mindig vannak olyan személyek, akik nem használják a klímaberendezéseket. Egyesek szerint amennyi pozitívumban van, annyi káros hatása is. Én azt gondolom, hogy hát amennyire jónak tartják, ugyanannyira káros is talán, úgyhogy mi biztos a családi házunkban nem fogunk használni. Egyelőre. De mondjuk olyan szinten le van szigetelve a ház, hogy a nyári napokat kibírják klíma nélkül is? Szigetelve le van, de ma, mikor azok a 40 fokos hőségek vannak, akkor azért olyan, hogy tusolunk, meg kinti medence, és akkor úgy hűtjük magunkat. Elengedhetetlen a klímaberendezések rendszeres karbantartása. Évente legalább egyszer fontos lenne, hogy szakember nézze át a berendezéseket. Emelte ki rádiónknak Fecskés László, a Szabadkai Címgáz karbantartás vezetője. Áll filtertisztításból, valamint a hőcserélő baktérium ellen és gombásodás ellen vegyszerekkel kezelését értjük. Ezt más országokban kötelező szinten van, nálunk még csak ajánlatos. Maga a levegőfiltert, azt kimosni, azt meg tudja a felhasználó is el tudja végezni, egyszerű langyos vízzel kimosni a filtert, relatív egyszerű kiszedni, de viszont a komolyabb karbantartást, tehát ezt a fertőtlenítést, ezt okvetlen szakember kell, hogy végezze. Milyen problémák tudnak keletkezni, hogyha nem tartjuk karban a klímákat? Voltak-e már ilyen esetek? Panasz ilyesmire nem volt velünk, mivel valószínű, ha volt is, akkor orvoshoz fordultak, de ugye amit tudunk az, hogy légúti megbetegedéseket okozhat a nem karbantartott klíma használata. Önöknél ilyenkor több a munka ez miatt? Hát a karbantartás, igen, ilyenkor a klímaberendezések karbantartás az egyik fő foglalkozásunk. Ugye, hogy jön a meleg, hát olyanok vagyunk, hogy az utolsó pillanatban akkor jelentkezünk, és akkor igen sok bejelentés érkezik. Mennyibe kerül kitisztítatni egy klímát? Ez a karbantartás, ez mit jelent anyagilag? Mivel az árak drasztikusan felugrottak a piacon, mink tartunk egy valamilyen, így mondom, köztes árat, tehát nem a legdrágábbak, nem a legolcsóbbak vagyunk. Tavaly még 2000 dináré tisztították a konkurencia is a klímákat, az idén 3500 dinár a karbantartás, mink ettől egy kicsit olcsóbbak vagyunk, hát most árakat nem mondok. Ha márka nélkül beszélünk, akkor mondjuk azok a személyek vagy családok, akiknél még nincs klímaberendezés, mit ajánl, milyen klímát érdemes manapság vásárolni? Hát ez pénztárca függő, mivel ugye léteznek az inverteres és a nem inverteres, tehát on-off klímák, úgy szoktuk hívni. Az inverteres klímák drágábbak, viszont a készülék egy kicsivel kevesebb áramot fogyaszt, és egy kicsit csendesebb készülék. A szakemberek szerint egy jól karbantartott klímaberendezés tehát észrevétlenül teszi majd a dolgát a nyári kánikulában biztonságosan, az egészségre semmiféle káros hatást nem gyakorolva. A problémák akkor kezdődnek, amikor évekig nem történik meg a klíma szakszerű karbantartása, és ez akár az egészségre is veszélyes lehet.